Itt is volnék. Ezt egy nézőm kérte, hogy akar venni, vagy vett egy ugyanilyen ilyen kis kézi konzolt a kislányának, vagy kisfiának, és már nem tudom, elég régen volt az, mikor rám írt, azt a múlt héten, és sajnos most tudtam megcsinálni az videót, mert most értem rá, de mondta nekem, hogy mutassam meg, hogy hogyan kell rajta elindítani a játékot, meg hogy hol kell egyáltalán, mert még nem jöttek rá, hogy hol kell elindítani a játékot, hol kell megkeresni, illetve azt még nem mutattam meg, hogy hogyan kell játékokat rátenni, mert lehet is, de szerintem nem nagyon érdemes, mert több ezer játék van rajta. De megmutatom nektek. Elvileg van benne kamera is, de most ez nekünk nem lényeges. Nekünk most, hogy látjátok, a böngésző kell. A B-vel lehet belépni, flash. Itt van, és akkor be tudsz lépni a game-be. És itt ezek a moppák, ahogy látjátok. Ahogy látod, ezek maguk a játékok, ezek a, hát úgy kategóriák. És én is tettem rá játékokat, azt mondjuk, azt hiszem itt lehet látni őket. Talán. Nem biztos. Crash Bandicoot meg ilyenek. De azt hiszem talán igen. És akkor itt az a lényeg, hogy 511 játék, és ha itt kiválasztjátok, ugye van NES, Super Nintendo és Game Boy Advance játékot is elvileg tud futtatni, itt rányomsz. Most kiválasztok egy olyan, mi legyen, legyen ez a Star Wars. Az a probléma ezzel, jaj, adok nektek fényt, adok neki fényt, hogy és akkor elindít a játékot, valami visszalépünk egyet. Jó, nem. Várj, jó, így. Na, most ezt kiválasztjuk, megnyomod a B-t. File megnyitása, és új start. Az lenne, hogy ez így el tudod indítani, de itt viszont csak annyi a probléma, hogy hiába van belső memóriája magának a konzolnak, hogy látod 8 GB belső memóriája, rengeteg játék ráfél, meg van is rajta. Nem csináltok benne mentési lehetőséget, szóval max úgy kell csinálni, hogy nem lép ki a játékból, és akkor onnan tudja onnan tudja folytatni a bajta, de ha nem, akkor viszont előre kell kezdeni az egész játékot. Sajnos, mert ugye ezt nem raktok bele mentési opciót. De amúgy meg jó működik. Én ezzel játszottam, ez egy nagyon jó játék. Legyen most padawan nehézségi szint. Confirm. És akkor így el tudod indítani a játékot. Hú. Hát lehet, hogy azért le fogja baszni a YouTube a videót. Most ezt inkább átnyomom. De ez egy nagyon jó játék, ez a Game Boy Advance játék, úgyhogy fú, ez a kedvencem ezen a konzolon. Ugye a betekintési szög az nem a legjobb, de hogyha szemben nézed, akkor annyira nem vészes. És mivel tudod nyomkodni, és minden egyes játékot így kell elindítani. A joystickkal is lehet irányítani, de én a D-paddal szoktam. És akkor lehet van kombók is, hogy tud rúgni, így lehet blokkolni. Azt hiszem ez az erőlökés volt, de jumpok. Aha. Így is lehetne irányítani, de nagyon nehézkes a joystick. D-pad a sokkal egyszerűbb. És ez alapban rajta van ez a játék, a konzol, ezt nem én raktam rá. Úgyhogy
nem rossz játékokat kaptok a csomagba. Ott egy kicsit a kijelzőnél van egy kis izé, amikor nyomod, akkor látod? Ott valamiért beizél a kijelző, de amúgy nem lesz baja. Én pár órát már játszottam vele, és amúgy azon csodálkoztam, hogy én hónapok óta előbb nem vettem ezt a konzolt, csak annyit csináltam, hogy mielőtt játszottam a pár órát, és majdnem, hülyeskedem, majdnem csutkára lemenítettem, feltettem tölteni, feltöltöttem csutkára, letettem a konzolt, most elővettem pár hónappal később, és semmit nem erült a konzol, semmit az ég egyet világon, úgyhogy ezt nagyon megcsináltak, és elvileg, hogyha... Aha! Ó, lehet ilyet! Oh. Jó, oké, akkor tévedtem. De elvileg, hogyha még egyszer visszamész... Aha, várjátok, még egyet visszamegyünk. Így. És mondjuk, ha még egyszer belépek... Akkor látod? Akkor az a baj, hogy... Akkor már előre kell. Nincs akta. Látod? Én még nem jöttem, hogy ez hogyan kell menni, de hogyha így leteszed, és úgy, elvileg úgy nyomod ki, de már megpróbálom, megmutatom még egyszer, így elindítod, és azt akarom letesztelni, hogyha úgy visszateszed, és ebbe a menüben maradsz, és újra startolni, hogy onnan tudja folytatni, onnan a bajta, illetve, hogy azt akarom letesztelni. Single player. Elvég ezt ketten is lehet játszani, így van rendes. Zianna. Padawan. Ahol legyen Padawan nehézségi szint. Na. Már gyorsítani, de nem akarom meg gyorsítani. Na már. Hogy, meg tovább. Most elnyomkodom. Gyorsan leteszteljük azt, amilyet gondolok. Úgy. Így, vissza a játékba. Most, aha, ott egy kicsit azért erőt ott mutatja. Hogy... De pár óra alatt azért bizak, hogy kikapcsolom. És arra vagyok kíváncsi, hogy bekapcsolom, hogy onnan, ugyanonnan tudja folytatni. Ahonnan abba hagyta el. Erre vagyok kíváncsi, de lehetséges, hogy nem. Látod, már mondja a kártyába is bővíteni. Nem lehet sajnos. Van 78 játék. És itt volt a Star Wars 3. A Sith-ek bosszúja. Sajnos nem. Ezt nem lehet. De... Várjál! De lehet, hogy hülye vagyok, mert itt is van egy kikapcsoló gomb, mindjárt megteszteljük. Hogy lehet alvó üzemmód. Azt még gyorsan megnézzük, hogy lehet alvó üzemmódba rakni. Mert akkor tényleg nem kell izé. Újra kezdeni a játékot, hanem csak alvóba rakja, aztán amikor merül, akkor meg felteszi töltőre. Na, akkor ezt gyorsan leteszteljük. Ide mentek a gamebe. Mindig indítok olyan másik szuper, jó legyen ez. Start. Így. Jaj, ne bánts. Oké. Ja, aha. Jaj, le... Oh, shit! Holy shit! És hogyha hosszan megnyomjuk, akkor tud olyat, hogy izé? Nem. Jó, ez csak azt ugye sajnos, hogy izé lepauzold, és hogyha netamóval el kell menni a kajálni, vagyis valamit el akarom menni a gyerek, akkor... Akkor megnyomja, és akkor ugyanonnan tudja folytatni a játékot. Jó. Illetve, hogyha ide nyom, akkor az, amikor vissza tud menni a játékba, és így ennyi. De szerintem ez egy egyszerűbb. Hát, ebben tudtam segíteni, hogy hogyan kell indítani a játékot, meg hogyha le akarja pauzolni, akkor megnyomja itt a ami nem bekapcsoló gomb, hanem ez a bekapcsoló gombja, és így ennyi.
És akkor lepózoljuk. Így kell nyitni a játékokat, hogyha olyat akar. Na, szóval én tettem rá plusz pár száz játékot, és ha erről is akarsz majd valamit, akkor majd majd talán majd arról is csinálok videót, de hogy látod, szerintem felesleges játékot tenni. Alapban több ezer játék van rajta, szóval csak el kell indítani a gyereknek a játékot. És akkor simán el tud vele játszogatni Super Mario-tól elkezdve, hogy látod, minden van rajta, amit egy gyerek is szerethet. Ahogy látod, a Star Wars a legjobb szerintem. Illetve is adom ki egy csomó is. Na, én ebben tudtam segíteni. Szerintem ez nem egy rossz konzol, most egy gyereknek, aki úgy akar valamit játszogatni, szerintem ez egy tökéletes kezdő konzol, mondjuk ebből is vannak jobb fajták, amit tudod, hogy mondjuk annyira nem recseg, nem ropog, csak ugye a gombok se rosszak benyomásra, hát hogy elmegy. Ilyen tizenpár ezer forint az ember mit akar, amúgy meg egy izé koppintás, PS Vita koppintás az egész. Na, tényleg köszönöm, remélem tudtam segíteni neked ebben. Úgyhogy én most elköszönök. Szia, és minden jót nektek.